Az 56-os forradalom egykori kerületi központjában a béketéren emlékeztek meg a kerületiek a hajdani forradalmi eseményekről. 1956. októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődött, majd október 23-án fegyveres felkeléssel robbant ki a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni szabadságharc. Pesszent Lőrinc Pesszent Imrén több mint 30-an estek el a novemberi harcokban, a legtöbb áldozatot a Fröling pékségnél történt ágyulövések követelték. Október 22-én a béketéri kopjafánál Hejlau Zsuzsanna helytörténész mondott beszédet, majd koszorúzással zárult a megemlékezés. Koszorúval rótta le tiszteletét a forradalom hősei előtt Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, Pesszent Lőrinc Pesszent Imre önkormányzatának nevében Szaniszló Sándor polgármester és Ferenc István képviselő. A kormányhivatal nevében Hordruszki Csaba hivatalvezető és Zseni Gabriella. Továbbá kerületi politikai pártok, társadalmi és civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és oktatási intézmények képviselői helyezték el koszorúikat és az emlékezés virágait a béketéri kopjafánál.